A Startpulzban először Budapestről fogunk beszélgetni, annak apropóján jó reggelt kívánok Gerő Andrásnak, hogy az Élet és Irodalomban írt egy hosszú elemzést Budapest és a Magyar Állam címmel, amiből talán sok érdekes része van, de érdemes pár konkrét adatot megemlíteni, mert nyilván nem véletlenül szedte össze őket, hogy az unió lakosságszám szerinti 9. legnagyobb város a Budapest, 2015-ös adat szerint a magyar GDP több mint 36%-át Budapest állítja elő, és az iparűzési adó 38%-át is Budapesten fizették be 2016-ban országos szinten. Ehhez képest rangján kezeli a Magyar Állam Budapestet? Mert hogy szkeptikus az írásában ezzel kapcsolatban. Hát én abból indulok ki, hogy Budapest Magyarország egyik meghatározó arca a külföld felé, és hát itt vannak a diplomáciai képviseletek, ide jönnek az államfők, a kormányfők, és Magyarország számára is egy meghatározó arc. Azt tudom mondani, hogy Magyarországnak, ha nagyobb metszetben nézem, az egyetlen világszínvonalú terméke Budapest. Ez alatt azt értem, hogy ebben is idézem, hogy a 14 millió vendégészakából, amit itt eltöltöttek külföldiek, 8 millió esik Budapestre. Ez arról szól, ez egy világszínvonalú termék, és az európai metszet is azt jelzi, hogy sokkal előbbre vagyunk Budapest esetében egy európai rangsorban, mint országként Európában. De például akkor, amikor ugye Budapestet önmagában kezeljük, akkor mennyire befolyásolta Budapestnek a történelmi fejlődését az, hogy most egy 10 milliós országnak a fővárosa, miközben, hogyha nem szabdalták volna szét az országot, akkor nagyjából egy 30 milliós országnak a fővárosa lett volna. Sokan megemlítik ezt a parlamentnél, nem lett volna ekkora parlamentünk, nem lett volna ekkora a képviselőház, nem így indultak volna a sugaras utak, sok minden, hiszen van egy ország, amely egyetlen pontján sem találkozik a korábbi határával, hiszen Magyarország kétharmadát elcsatolták, és annak is Budapest volt a vezetője. Arra az országra készült Budapest annak idején? Hát Budapest egy nagy Magyarországra készült. Így van. Van, tehát nagyon helyesen mondja, de akkor is ez az örökségünk, tehát teljesen mindegy, hogy mekkora az országunk ma ebben az értelemben. Budapest itt van velünk, velünk él, és 1872-73-ban, amikor létrejött, tehát közigazgatási értelemben, azt az ország szolgálta, és abban az országban lett világváros, ami a Monarchia Magyarországa volt. Amit én itt vizsgálok, hogy Budapest jelen irányítási szerkezete segíti-e a várost, tehát kihozza belőle a maximumot, illetve más oldalról, hogy a magyar állam, ahogy kezeli Budapestet, az is képes a városból kihozni a maximumot. És én azt állítom ebben az írásban, hogy ez egy két lábon, tehát két oldalról megközelített kérdés, mind a két esetben azt gondolom, hogy lehetne jobban csinálni, lehetne Budapestből a maximumot kihozni ahhoz képest, ami most van. Miért csak lehetne? Miért nem nyitott erre mondjuk egy olyan 2010 óta fennálló Orbán kormány, aminek minden lehetősége meg lett volna törvényeket is átszabni, hogy ez hatékonyabb legyen ez az együttműködés? Hát nézek, ez egy pillanat, kezdjük először azzal, hogy Budapest csináltak egy önkormányzati törvényt 1990-ben, ami eltér minden addigitől, ami a város történetét jellemezte, és ezért én úgy foglalok ebben állást, hogy újra kéne gondolni Budapest esetében az önkormányzati törvényt. Nem biztos ma már, hogy 23 város szövetségi városaként kell Budapestnek léteznie, hanem egy új városegységet szorgalmazok, és ebben az esetben egy kicsit átalakított elöljárósági rendszert javasolok, ami Budapest történetét 1873 és 1950 között jellemezte, egy közvetlenül választott közgyűléssel, közvetlenül választott polgármesterrel. Megjegyzem, a magyar struktúrában a polgármester, a főpolgármester a második rangosztályba tartozik, miniszteri rangú személy, de azért, ha megnézzük, messze nincs akkora hatásköre, mint bármely miniszternek. De a főváros vezetését kellene helyzetbe hozni, amit persze demokratikusan kell megválasztani. És mondjuk kevesebb kerületet hozna létre Budapestről, mert amennyire ismerem én például a nagyon lokálpatrióta budafokiakat, csepelieket, vagy például soroksáriakat, ők nagyon-nagyon csepeliek, budafokiak, vagy soroksáriak. Ez akkor is így volt, amikor előjárosság voltak, tehát én nem gondolom, hogy a kerületek számához hozzá kell nyúlni, a szerkezethez. Tehát amikor előjáróságok voltak, mindenki büszke volt arra, hogy ilyen-olyan, amolyan, amit nem érintett ez a dolog, mert Budapest sokszínűen fejlődött, de mégis csak egységesen. Amire pedig a szerkesztőasszony kérdezett, hogy mit tehet a
az állam, a kormány Budapestén, ott én azt látom, hogy a magyar állam mindig elképesztő nagy szerepet vállalt, rendszerektől függetlenül Budapest fejlődésében. Hát a Láncid kivételével mondjuk az összes hidunk úgy készült el, hogy állami részvétel volt a történetben. Amire a szerkesztő utalt, a parlament, az is egy állami beruházás volt. Sőt, a budai vár, amikor rendbe hozták, az is egy állami beruházás volt. Ezek látképet megszabó létesítmények. Én azt gondolom, hogy a mostani kormány nagyon széttagoltan kezeli Budapestet, többfajta projekttel vesz részt Budapestbe, de ezek széttagoltak. Mondjuk egy Városliget projekt a Emberi Erőforrások Minisztériumhoz tartozik, mondjuk egy Várkertbazár projekt a miniszterelnökséghez, és én azt javaslom, hogy koncentráljuk ezt, és legyen egy Budapest kormánybiztosság a szerkezeten belül. Megjegyzem, a magyar kormány arra rájött tavaly, hogy mondjuk a vidéki városfejlesztésre, ezt a Modern Városok programnak hívják ők, létrehozott egy tárca nélküli miniszteri pozíciót, hogy összehangolja ezt. És én azt gondolom, hogy az államnak van felelőssége Budapest fejlődésében, ennek a felelősségnek kell egy intézményes. Hát igen, de hogyha már Kósa Lajos példáját mondja erre, meg az ellenzék azt mondja, hogy ez egyrészt csak egy kampányfogás, másrészt még inkább centralizálja a forrásokat, és aki nincsen jóban a Fidesz-tel, az aztán nem kap semmit. Budapest esetében ennek nem lenne egy ilyen veszélye? Nézze, mindent át lehet politizálni, én azt tudom mondani magának, hogy én ezt az írást nem úgymond ellenzék és kormánypárti szempontból írtam meg, hanem úgy írtam meg, hogy megnéztem, hogy Budapestben milyen potenciál van, és hogy lehet kezelni igazgatási szempontból ezt a problémát. Azt minden ellenzékének is tudnia kell, hogy a dolgok nem változatlanok, most azok vannak hatalmon, akik, de egyszer eljött egy idő, hogy nem azok lesznek. És hogyha a koncepcióját kifejezetten a Budapesten lakók szempontjából nézzük, akkor mondjuk, ha egy ilyen előjárósági rendszer megvalósulna, ő mit érzékelne, mitől lenne hatékonyabb ez a város? Mondok magának egy példát, hogy ez az önkormányzati rendszer határai tekintetében, hogy miben működőképes, és miben nem. Most arról nem beszélek, hogy akar valaki a körúton egy karácsonyi díszkivilágítást, néhány kerület engedélye kell, hogy egyáltalán ki lehessen világítani a körúton. De itt van ez a Bulinegyed. A Bulinegyed az minden európai városban egy fontos, kiemelt dolog, mert a vendégészakák tekintetében ez a városnak fontos, mert ez annak egy európai rangot. Egy ilyen önkormányzati széttagoltságban, ami most van, azt tudják mondani, hogy az Erzsébet város kiír egy népszavazást, mert ott zavarja a lakókat. De ha megnézi a térképen ezt a történetet, akkor a Bulinegyed egyik fő utcája, mondjuk a Király utca, annak az egyik fele 7. kerület, a másik fele 6. kerület. Tételezzük fel, kiírják a népszavazást a 7. kerületbe, érvényes, eredményes, nem tudom, bármi, és az utca egyik oldalán éjfélkor bezárnak a boltok. A másik oldalán, az egy másik kerület, ott meg nyitva maradnak. Vagy, hogy az egyik így szavaz, a másik úgy, ha hát mind a kettőt hívják. De a másikban nem is szavaztak. Igen. Tehát egy szürreális helyzet áll elő, nagyon demokratikus látszólag, de az eredményében szürreális az egész. Melyik a szerencsésebb, elrugaszkodva egy kicsit az írásától, vannak olyan országok, akár nagy országok is, ahol pici a főváros. Az Egyesült Államok méretében Washington egy pici város. Kanadában Ottawa egy pici város, Ausztráliában Melbourne és Sydney között ott van félúton Canberra, ami kifejezetten egy pici város. Mennyire szerencsés vagy szerencsétlen, hogy nálunk pedig mondjuk minden 5.-6. ember a fővárosban lakik, nálunk egy világváros a főváros, ahol minden egy helyen koncentrál, és ez például akár vidék főváros ellentétet is szül is. De nézze, azért Európában is van, jó, talán nem ilyen mértékben, de itt van mondjuk Párizs, hát ami egy hatalmas nagy város, és Franciaország városi struktúráján belül abszolút túlsúlyt képvisel. Szerintem nekünk nem azon kell gondolkodni, hogy a történelmünket visszafele meg tudjuk-e változtatni, vagy nem. Nagyon sok magyar és politikus is sokszor visszafele akarja megváltoztatni a történelmet. Én abból indulok, hogy van egy helyzet, van egy óriási nemzeti értékünk, ezt Budapestnek hívják, és az a kérdés, hogy jól kezeljük-e. Tehát én abból indulok ki, hogy ami van, abból hozzuk ki a legtöbbet. Jól kezeli-e Magyarország a vidék Budapest együtt élést, hiszen együtt élünk, ez a mi székes fővárosunk. Igen. Mert hogyha azt mondom, hogyha én Pécsről Szegedre szeretnék mondjuk
tömegközlekedéssel eljutni, akkor Budapesten keresztül így jut el az ember, és óhatatlanul... Hát nem egészen, most már Dunaföldváron is át tud menni. Tehát ne, akkor a Bajai hidat használjuk, akkor ha már... használja a Bajai hidat, akkor már két lehetőséget is mondtunk. Tehát kérem a szerkesztőt... De ismeri a vonatközlekedést, tehát tudja, hogy itt Intercity, itt semmi. Igen, de az a Monarchia Magyarországán legyező alakban épült ki a magyar vasútrendszer, a legyezőnek szárai vannak, Budapestre futottak, és a bordázata, és a szára futott Bécsbe. Látja, hogy történészként visszament a történelembe. Igen, a történelembe, de mert el kell mondanom magának, így tűnik. Ugye? De másfelől azóta ezek változtak, ezek a dolgok, tehát így van, át lehet menni Dél-Dunántúlon is, egy kicsit mondjuk így Közép-Dunántúl magasságába is, tehát ezek a dolgok változnak, és ezért az ország szerintem sokat tett. Amit én mondok ebben az írásban, hogy talán gondoljuk újra Budapest és a magyar állam viszonyát. És Budapest azért egy gyönyörű égkő, mindannyiunk büszkesége, és ebben biztos, hogy egyetértünk. Szeretjük és köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönöm.